Rétartás, bent tart. Bal láb elől, bent tart. Jobb láb mellette, kifúj. Felemelkedünk, és kezdő pozíció, kifúj. Megszokott mozdulatok egy győri jóga oktatótól. Így indult a Kőrösi Csoma Jóga Egyesületben a Jóga Világnapja. A szakember azt is elárult a híradónknak, mi is volt ez a közös testgyakorlás. Ez a program, ez egy Surya Namaskara workshop volt, amely azt jelenti, hogy napüdvözlet workshop, amelyet érdemes reggel végezni. Ez egy dinamikus gyakorlatsor, amelyet bárki elsajátíthat, kortól nemtől függetlenül, és nagyon jótékony hatásai vannak az egész szervezetre. Világszerte rengeteg helyen végezték el egyszerre ezt a gyakorlatsort, majd a nap folyamán számos más programmal is várták a különböző jóga egyesületek az érdeklődőket, hogy népszerűsítsék a testmozgásnak ezt a különleges fajtáját. Az emberek számára nagyon fontos az, hogy egészségesen, harmóniában éljenek saját lényükkel, illetve a környezetükkel együtt, és ezért nagyon fontos, hogy tegyenek valamit aktívan. És ezért fontos a jóga, hiszen a jóga nem más, mint egység, egység önmagunkkal és a környezetünkkel együtt. Érdemes tehát kipróbálni a jógát, és nem csak a világnapon, hiszen évezredek óta bizonyított tény, hogy a jóga jótékony hatással van az emberi testre és lélekre egyaránt.